Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 7 óra 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztő Tóró Nikolett nevében is. November 2-a van szerda, és Achilles napja, úgyhogy köszöntjük őket is, és persze a születésnaposokat. Lássuk, hogy mivel várjuk önöket. Rezsimentő alapot hoz létre az árnyék kormány, mindjárt elmondják, hogy ez mit jelent. Emellett a demokratikus koalíció azonnali béremelést sürget a tanároknak, nem várva az uniós pénzekre, és csökkentenék a rendszerhasználati díjat, a gáz és az áram áfáját. Kálmán Olgát, a DK frakció szóvivőjét kérdezik. Nem sokára. 300 dolgozót bocsát el a Magyar Posta, Salgó Tarjánon már aláírásgyűjtésbe is kezdtek a megmentésért, de mire lehet ez elég, kérdezem majd a szakszervezet elnökét, aki egyébként azt nyilatkozta, hogy őket is meglepetésként érte a bejelentés. Vélhetően engedélyezni fogja a kormány a szélerőművek telepítését, erről Palkovics László technológiai és ipari miniszter beszélt a napokban. Az LMP országgyűlési képviselőjével, Keresztes László Lóránttal beszélgetünk majd arról, hogy ez saját sikernek értékelik-e, és hogy mit gondolnak a kialakult napelem helyzetről. Ez utóbbiról egyébként beszélünk majd Kisernővel, a Magyar Napelem Nap Kollektor Szövetség elnökével is, hiszen 5 pontos petíciót nyújtottak be a hazai napelemes szakmai szervezetek Palkovics László miniszternek. Elmondja majd, hogy mit szeretnének elérni. És még ebben az órában szó lesz majd arról is, hogy az agrárkamarai tagdíj emelése ellen tiltakozik az MSZP, megkérdezem majd, hogy miért. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Szombaton tartott a 12. kongresszusát a Demokratikus Koalíció. Beszámolók szerint közel 2000-en érkeztek a rendezvényre az ország különböző pontjairól. Dobrev Klára közel egy órás beszédében kitért a pedagógusok és az egészségügyi szakdolgozók helyzetére, de szót ejtett energetikai kérdésekről is, valamint bejelentette, hogy az árnyék kormány rezsimentő alapot hoz létre. A részletekről Kálmán Olgát, a DK frakció vezetőjét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Frakció szóvivőjét, vagy már frakcióvezető? Rosszul mondtuk, elnézést kérek. Én ma reggel még erről nem hallottam, hogy maradjunk a frakció szóvivőjét. Szóval jó reggelt kívánok! Kezdjük talán a rezsimentő alappal, mert hogy ez igen sokakat érint. Mit jelent ez? Hát nem túl bonyolult a helyzet. Azt látjuk, hogy Magyarországon iszonyú bajba került, és fog kerülni rövid időn belül nagyon-nagyon sok család, de szinte felbecsülni se lehet, hogy menjen. Jönnek a fűtésszámlák, és hát majd csak most kezdődik igazából a fűtés. Már az első számlánál, ami egyébként egy augusztusi elszámolási időszak volt, akkor is nagyon sokakat döbbenten ért az a tény, amikor kibontották a csekkes borítékot, hogy csak a rendszerhasználati díj nagyon sok esetben magasabb volt, mint maga a gázfogyasztás. Most már azért hidegek vannak, november van, jönnek a számlák, és ezt pontosan látjuk, pontosan tudjuk, hogy nagyon sok családnak tényleg választania kell majd a közül, hogy a számláját fizeti be, vagy egyáltalán lesz-e karácsonyi ebéd vagy vacsora az asztalon a családnak. A Demokratikus Koalíció úgy döntött, ez nem, tehát ez így nem maradhat. Hát a legegyszerűbb és legjobb megoldás lenne természetesen, hogyha minél előbb az Orbán kormány összecsomagolna is, átadná a hatalmat, mert hogy addig nem tudunk kimászni a válságból, ami Orbán van, ez is egyértelmű. Mindenkinek nem tudunk segíteni most ebben a helyzetben, de akinek csak lehet, annak viszont szeretnénk. Ez az alap, ez egy adománygyűjtő alap. Arra kérünk mindenkit, hogy aki tud, nyilván ebben a helyzetben nagyon sokan nem tudnak másokon segíteni, de hogyha valaki tud, akkor legyen szíves, fizessen be ebbe az alapba, mert ebből fogjuk majd egy-egy család karácsonyát megmenteni. Ennyi. Erről szól a történet. Érkezett már felajánlás? Persze, hát az elsők a sorban a Demokratikus Koalíció vezető politikusai voltak, így a bejelentés óta, hogy mennyi lakossági befizetés érkezett, azt most még nem tudjuk, hiszen hosszú ünnepek voltak, de az is szerintem a mai napon ki fog derülni. De a Demokratikus Koalíció politikusai már 10 millió forintot adtak össze erre az alapra, úgyhogy ez már a bejelentés utáni órákkal ez az induló alapunk. Hogyan lehet ezt majd igényelni? Hát ennek a pontos menetét az természetesen egy az, hogy nem csak, hogy tehát nekünk minden másodpercét ennek a menetnek ki kell dolgoznunk, ez meg is van, hanem a
a lakosság nyilvánosság kell tárnunk. Az biztos, hogy a Demokratikus Koalíció alapszervezeteit fogjuk megkérni, hogy ennek az osztásban, ennek a pénznek az odaítélésében segítsenek nekünk, hiszen ők látják helyi szinten, hogy kik élnek, hogyan élnek, és kinek van erre szüksége. De ennek a részleteit is onnan nyilvánosságra fogjuk hozni. Az biztos, hogy a DK szervezetein keresztül. A kongresszuson nyilvánvalóan téma volt a pedagógusok helyzete is. Azt mondták, hogy ugye azonnali béremelés kellene, és nem kellene megvárni azt, hogy az unióból érkezik-e pénze, vagy sem. Ezt hogyan lehetne megoldani? Hát, hogy egyszerűen oda kellene adni. Egy azonnali 45%-os béremelést azonnal oda kellene adni. És nem igaz, tényleg nem igaz, hogy nincs rá pénz, és hogy a gonosz Brüsszel visszatartja, ezért nincs. Milyen kormány az, amelyik azt mondja, hogy megszegte a játékszabályokat, ellopta a közös pénzeket, ezért most visszatartják a nekünk járó pénzeket, és erre aztán kinevez úgymond károsultként egy társadalmi csoportot, egy hivatáshoz tartozó csoportját, hogy hát akkor nektek nincs fizetésemelés, éljetek úgy, ahogy éltek, meg még meg is alázza őket különböző megjegyzésekkel. Az Orbán kormány hívás gazdaság politikája, jogtipró gyakorlata, a sajtónyilvánosság eltipró gyakorlata miatt tartják vissza ezeket a pénzeket. És akkor ezt most vissza akarja fordítani az Orbán kormány úgy, hogy ja, hát mi adnánk, csak Brüsszel nem ad. És miért is nem ad? Mert eltetszettek lopni a közös pénzünket, azért nem ad. És hát azért lenne itt pénz. Hát csak az inflációból, ebből a hihetetlenül megnövekedett árakból és annak áfa tartalmából van egy 500 milliárdos plusz bevétele az államnak. Egy csomó olyan, ugye a kormányzati szervek által idén fel nem használt forrás az is több mint 600 milliárd forint. Tehát egy csomó olyan tétel van, aminek a terhére ezt az összeget az azonnali 45%-os béremelést oda lehetne adni a pedagógusoknak. Ez csak szándék kérdése. A pedagógus szakszervezetek ugye most már több mint egy éve próbálnak tárgyalni a kormányzattal, és jól emlékszem rá, hogy a választás előtt az a kritika érte őket, hogy hát pont, hogy a DK-nak a szövegét fújják, és hogy ez semmi más, mint baloldali hiszti, hiszen ugye akkor is volt egy egyeztetés, a szakszervezetekkel találkozott Dobrev Klára. Hogyan látják, mennyire húzható rá az, hogy ez csak és kizárólag kvázi politikai hiszti, hiszen az elmúlt napokban azért elég komoly megmozdulások voltak az utcákon. Hát, hogyha erre bármelyik fideszes politikus azt mondja, hogy ez egy politikai hiszti, az először is A. szégyelje magát, B. szerintem nagyon messze kerülje el a hatalmat, hogy ő bármikor is ennek az országnak az életét irányíthassa. Hogyha ez egyébként abszolút az Orbán kormánynak a módszere, hogyha visszagondolunk az időbe, bármikor bármilyen megmozdulás volt, bármiféle tiltakozás volt, akkor azonnal megpróbálta a szakszervezeteket, a tiltakozó csoportokat megosztani, csak nehogy egységbe tömörüljenek, mert az egység az ugye erő. Hát mivel lehet legjobban megosztani, meg mondjuk erodálni az ilyen típusú megmozdulásokat, hogyha azt mondják, hogy ja, hát ez DK-s, ez szoci, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, és akkor ezáltal már nem arról beszélünk, hogy mi is van az oktatással. Hogyan próbálja inkább hűíteni a jövendő diákokat és a jövő felnőtteit, a jelen diákokat és a jövő felnőtteit ez a kormány. Nem arról beszélünk, hogy milyen egyen tankönyvek vannak, hanem arról beszélünk, hogy ja, hát ez egy DK-s rendezvény. Nem igaz. Szó volt arról is, Dobrev Klára azt mondta a kongresszuson, hogy azt követelik, hogy vezessenek be tisztességes adósságkezelő rendszert, és az önkormányzatokra is vonatkozzanak a rezsivel kapcsolatos kedvezmények. Ez önök szerint reális? Hogy ne lenne reális? Hát például vissza kellene adni olyan adóbevételeket, amit elvett az önkormányzattól az Orbán kormány. Ez csak 50 milliárd lenne az önkormányzatoknak. Most éppen meg kellene szüntetni a szolidaritási adót. Ez 500 milliárd lenne, ami ott maradna az önkormányzatoknál. Tehát, hogy van itt pénz, még egyszer mondom, egy, nem kéne ellopni, kettő, érteni kellene a kormányzáshoz. És hogyha most bajban vannak például az önkormányzatok, akkor nem még nyúzni őket, nem még szorítani egyet a nadrág szíjukon, vagy erre kényszeríteni őket. Hát az, hogy zárnak be intézmények,
amikor egy önkormányzat egy intézménye fűtéséhez megkapja a szolgáltatótól, mert ugye erre volt a kényszerítve, hogy a piacról szerezzék be a gázárat, megkapja a gázára az ajánlatot, hogy mondjuk 2000 forint köbméterenként, mert tényleg ilyen árak vannak. Na, akkor mit csinál a kormány? Azt mondja nagykegyesen, hogy jó, hát ha nem tudtok a piacról szerezni, ez akkor megegyezhettek az MVM-mel, és ott mennyire kapják az intézmények? 1500 forintért. Rendben van, hogy ó, tényleg segített, hiszen nem 2000, 1500, az 1500 kevesebb, mint a 2000. Na de ennek az 1500 forintos köbméter gáz árnak is mi a következménye? Az önkormányzatoknak be kell zárni a télire különböző intézményeket. Ezt nem lehet kigazdálkodni. Annak, akinek mondjuk nagyobb városnak 1 milliárd forint volt a rezsiszámlája, vagy csak a közvilágítás számlája, annak most 5. Tehát ilyen árakról beszélünk. Igen, mindenki nehéz helyzetben van. Fogunk még erről beszélni. Kálmán Olga, nagyon szépen köszönöm. Szép Én napot. Is köszönöm. Szép napot mindenkinek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A Magyar Posta ideiglenesen megszünteti 366 posta hivatal működését az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A bezárások november 12-től lépnek életbe, 210 települést érintenek. Az állami vállalat 300 dolgozóját bocsátja el. A helyzetről Tóth Zsuzsannával, a postás szakszervezet elnökével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Az RTL Klub Híradónak úgy nyilatkozott, hogy önöket is kvázi meglepetésként érte a hír, mert hogy 2 perccel azelőtt tudták meg, mielőtt megjelent az erről szóló rendelet. Ez valóban így van? Ez így van. Ezt nem mondom volna más, mint a valóság. Hogy lehetséges, felmerült bennem a kérdés, hogy nincs kötelezettsége egyébként bármilyen cégnek a szakszervezetet tájékoztatni egy ilyen mértékű leépítésnél? Megtette, csak egy időben a dolgozókkal. Tehát erre vonatkozóan nincsen semmilyen szabály, hogy x nappal előtte, vagy héttel előtte? Nincs. Ez egy munkáltatói racionális lépés, a kormányrendelet betartása érdekében ezt megtette a tájékoztatást, úgyhogy nem vétett az együttműködési szabályok ellen. 300 dolgozóról van szó, mit lehet tudni róluk most? Ez egy összemosott történet, így azért a hír felvezetésében, mert ezek nem a posták ideiglenes nyitvatartásával összefüggésben levő elbocsátások, hanem ez egy már előzetesen leegyeztetett további racionalizálás mentén történő intézkedés. Mégpedig ugye azért lehet látni, hogy számosságában csökkent a Magyar Posta létszáma, és az irányítás szolgáltatásban történő racionalizálás történik, és így ennek a területnek a létszám csökkentése, tehát ez nem a posta bezárásokkal összefüggő, nem a végrehajtásból történik elbocsátás. Na akkor kérem, hogy ezt tegye nekünk helyre. Egyrészt ugye a posta azt mondja, hogy igen, racionalizálni kell, hiszen az elmúlt időszakban nyilvánvalóan más funkciókat tölt be a posta, vagy kisebb szükség van a postára, mint egyébként, és akkor mellette van igen az a hír, hogy mindenkinek spórolnia kell, például a rezsicsökkentés csökkentése miatt, és emiatt kell ideiglenesen vagy teljesen bezárni egyes postákat. Mi a rendbetétel kérdése? Tehát ez a kormányrendel, ez a tájékoztatóban, felvezetésben szereplő indoklás is, hogy ezen posták ideiglenes bezárása a kormányrendelet végrehajtása érdekében történik. De olyan helyeket céloztak meg, hogy a posta törvénynek megfelelő lefedettség az meglegyen, ez a nagyvárosok esetében, és az 1000 főnél kisebb lakosú településeknél pedig mobil posta szolgáltatással fogjuk ellátni a jövőben a kötelezettséget, és mind valamennyi postáról, a nagyobb forgalmú postákra, hova átterelődik a forgalom, oda kerülnek átirányításra a munkavállalók. Az előbb említett 300 fős létszámleépítés pedig még egyszer mondom, az irányítás szolgáltatásban ez egy másik intézkedés, csak egyidejűleg jelentették be a csoportos létszámleépítést a munkáltató részéről. Világos. Akkor beszéljünk az átirányításról. Ezt hogyan lehet megoldani a kollégák esetében? Gondolom én előfordulhat, pláne mondjuk egy vidéki postánál, hogy jóval messzebb kell bemenni a kollégának. Igen, én úgy gondolom, hogy ott fog nagyobb problémát jelenteni ennek a változásnak a végrehajtása. Azon településen, ahol hosszú ideje, akár évtizedek óta a településen dolgozott a kollega,
az most azzal a megszólítással kell, hogy megküzdjön, hogy a munkahely érdekében utazni kell szomszéd településre, nagyvárosba. Ez biztos, hogy ott jelent nagyobb változást, mint a nagyvárosokban az átirányítása nagyobb postákra. A kollégák mennyire tájékozottak, hiszen ugye önök is hirtelen kapták meg az információt, van fogalmuk arról például, hogy akkor mikor, hova kell menniük, hogy kell dolgozniuk innentől kezdve? Hát van-e? A mai naptól fogjuk legyűjteni ezeket az információkat tekintve, hogy péntek délután zajlottak ezek az események, és a munkavállalók is akkor lettek megszólítva. Számunkra is az esti órákban került ismeretessé az érintett postalista, úgyhogy most fogjuk legyűjteni, hogy hol vannak tagjaink, hol kell segítséget nyújtani, hol kérik a segítségünket. Hogyan látja egyébként a Magyar Posta spórolhatna másképp, mint ezekkel az idéglenes bezárásokkal? Hát történtek épület összevonások, tehát az épületben dolgozó kollégák máshova telepítése, tehát ahogy kiüresedett az épület, fogyott a létszám, irodák nem olyan telítettséggel voltak kollégákkal. Ezeknek a racionalizálása megtörtént, sajnos ez nem volt elégséges a rendelet végrehajtására. Igen, szeptember végén volt talán hír, hogy például budapesti postafiókokat zárnak majd be, vagy racionalizálnak, és több mint 100 vidéki kis településen is szüntettek meg önálló postafiókokat. Igen, ez is azon intézkedéshez tartozik, ott is figyelembe véve azt a postatörvényi kötelezettséget, hogy az elérhetőség kiírással teljesüljön az ügyfelek részéről. Ez nem volt elégséges a kitűzött cél érdekében. Beszéljünk az elbocsátott dolgozókról, velük mi a helyzet, róluk mit tudnak, hogyan tudnak mondjuk új munkát találni, vagy milyen végkielégítésre számíthatnak, mi van velük? Igen, a csoportos létszámleépítés, ezért az üzemi tanáccsal kötelező egyeztetés zajlik, aminek az időpontja 7-ére került kitűzésre, ekkor tudunk majd részletesebben tájékozódni, illetőleg megállapodni a munkáltatóval annak érdekében, hogy a legjobb opciót érdeljék el az érintett munkavállalók, akár átirányítás, más munkakörbe átképzés és ilyen lehetőségek megkeresése. Azt olvastam, hogy Salgótarjánon például már most aláírásgyűjtésbe kezdett az önkormányzat, hogy mégiscsak maradjon meg helyben a posta. Ezeknek az egyes kezdeményezéseknek ön szerint van értelme? Én nem nagyon látom ennek a valószínűségét, de az biztos, hogy a lakosság elégedetlensége, emocionális töltetű kifejezése a történethez az így testet ölt, de nem igazán látom ennek a létjogosultságát. Az elmúlt napokban egyre több szó esik a szakszervezetekről és a szakszervezetek szerepéről. Ön hogyan látja, mennyire tudnak érdeket érvényesíteni, önök mennyire erősek, hány embert képviselnek? Eleget teszünk a lefedettségnek, de sajnos nem azzal a nagyságú taglétszámmal rendelkezünk, amivel kellene. Az emberek azt hiszik, hogy ez egy ilyen egyszemélyes társas játék, és hogy mit csinál a szakszervezet, az nem gondolják végig, hogy ez nem egy vagy néhány ember gyülekezete és annak a cselekedete, hanem ez egész tagságnak az ereje kellene, hogy megformálódjon, és kintről nézik, vagy a tévéből akarják nézni, hogy mi történik, és nem érzik annak a súlyát, hogy a tömeg mögé bújva, de annak az erejét felhasználva lehet a munkáltatóval szemben úgy érdeket érvényesíteni, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. Nagyon, nagyon nehéz, küzdelmes történet ez, nem csak posta szinten, hanem társadalmi szinten, tehát ez nagyon, nagyon jól sikerült ennek, és ezt idézőjelben mondom, nagyon jól sikerült ennek a leépítése, az emberek gondolatformálása. Nem tudom, hogy hogy történjen ahhoz, hogy álljenek a dolgozók, hogy a tagsággal és annak a részvételével ők az ügyüket sokkal sikeresebben érik el. Ez egy szándékos leépítés, ön szerint nem egy természetes folyamat, ami mindenhol jellemző? Szerintem is.
A Management Fórum értesülése szerint Balczó Barnabás lesz november 15-től a Magyar Posta új vezérigazgatója. Erről önöknek van bármilyen infója? Nincs. Mi is a hírekből értesültünk róla, de hát úgy vélem, hogy ez még nem a hivatalos forma, mert sem posta részéről, sem Balczó úr részéről nem történt még erre vonatkozóan nyilatkozat. Tóth Zsuzsanna, a postás szakszervezet elnöke. Köszönöm. Köszönöm. Minden jót, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Palkovics László technológiai és ipari miniszter a napokban arról beszélt, hogy valószínűleg engedélyezni fogja a kormány a szélerőművek telepítését. Más alternatív energiaforrások kiaknázását is tervezik, mint a biogáz, a biometán és a biomassa. 2050-re pedig jelentősen csökkentenék Magyarország külföldi gázfüggőségét. De hogy értékeli mindezeket az egyik zöld párt? Erről kérdezzük Keresztes László Lórántot, az LMP országgyűlési képviselőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Akkor ez most az LMP sikere? Én azt gondolom, hogy az LMP ebben a helyzetben különleges szerepet tölt be, hiszen ugye az energia válság idején, hiszen mi amióta a parlamentben vagyunk, erről beszélünk, ezekről az intézkedésekről, amiből most néhányat úgy tűnik, hogy megvalósít a kormány. Egyébként az a félelmetes, hogy véghallgattam Palkovics miniszter úrnak a közel 50 perces előadását, és úgy beszélt miniszter úr, mintha nem ők kormányoznának 12,5 éve. Mint hogyha nem az ő kormányzásuk miatt lenne ennyire kiszolgáltatott helyzetben Magyarország az energiaválság idején. Tehát mondhatjuk, hogy így olyan érzés volt, amikor hallgattam Palkovics urat, hogy azt mondtam volna legszívesebben, hogy jó reggelt kívánunk, de hát ne legyünk telhetetlenek, örüljünk neki, hogy legalább most néhány intézkedés tekintetében a kormány legalább korrigálja részben azt a sok-sok hibát, amit az elmúlt bő évtizeden elkövettek. Akkor siker? Az siker, hogy a szélenergiának úgy tűnik, hogy zöld utat ad a kormány. Bár ugye itt egy érdekes helyzet van, hiszen néhány héttel ezelőtt már beszélt erről Palkovics miniszter úr egy külföldi konferencián, majd mi rákérdeztünk rengeteg helyen az elmúlt évekhez hasonlóan ismét, és akkor még arról beszéltek, hogy a parlamentben is miniszterelnök úr, hogy még gondolkodik a kormány. Úgyhogy én a mai napon, ugye ma lesz az országgyűlésnek ülése, én az azonnali kérdések órájában meg fogom kérdezni a kormányt, hogy ez most Palkovics miniszter úrnak a bejelentése, vagy a kormánynak a döntése végre megszületett pozitív irányban. Tehát a mai parlamenti ülésen ez ki fog derülni, hogy sikerült-e elérnünk azt, hogy a kormány valóban végre hosszú-hosszú évek tiltása után engedélyezze a szélenergia használatát. Mert az előfordulhat, hogy Palkovics úr csak úgy mondogat dolgokat a kormány tudta nélkül? Hát minden minisztert rajta kaptunk már, hogy csak úgy mondogatnak dolgokat, amik utána nem valósulnak meg, vagy másként valósulnak meg, de konkrétan a szélenergia ügyében már talán egy-két hónapja is, talán egy törökországi konferencián beszélt arról Palkovics miniszter úr, hogy őt már sikerült meggyőzni, de utána láttuk, hogy a kormánynak tagjait és kifejezetten miniszterelnök urat még addigra nem. Mi nagyon bízunk benne, hogy ez immár egy kormányzati álláspont. Ugyanakkor azért láthatjuk, hogy itt nagyon-nagyon komoly problémák vannak. Tehát véghallgattam a miniszter úrnak a beszédét, és hogy ez egy pozitívum, hogy a szélenergia tekintetében, hogyha minden igaz, akkor a kormány megváltoztatta a korábbi tiltó döntését, vagy megváltoztatja. Ugyanakkor például a víz ügyek területéről is beszélt Palkovics miniszterről, és az félelmetes volt, amit ott hallottunk, amit gyakorlatilag úgy foglalt össze, hogy itt minden rendben van a vízügyek terén. Na hát ez viszont egy egészen elképesztően káros állásfoglalás, úgyhogy mi ezen a téren is szeretnénk eredményeket elérni. No, beszéljünk akkor a szélerőműről, hogy miért lenne ez fontos, és mit jelentene ez a szektornak? Magyarország kormánya nem mondta ki soha, hogy a szélenergia használata nem lenne jó. Tehát nem olyan törvényeket hoztak, ami azt tiltja, hanem olyan adminisztratív korlátozásokat vezettek be, ami gyakorlatban lehetetlenné teszi a szélenergia használatát. És mi láthatjuk azokat, meg láthattuk a szakembereknek a véleményét, hogy a Magyarország szélpérképe alapján szinte az országnak teljes területén lehetne használni a szélenergiát, ami egy zöld energia, ezt ugye a kormány sem vitatja. És hogy azért nagy baj, hogy a kormány ezt hosszú-hosszú évek óta tiltja, mert már nagyon komoly kapacitások épülhettek volna ki. És sokszor beszél arról a kormány, hogy akkor is kell energia, amikor nem süt a nap.
meg akkor is kell energia, amikor nem fúj a szél. Ez így van, ugyanakkor ez a két energiaforrás, ugye a napenergia és a szélenergia sokszor kiegészíti egymást, hiszen azért az nagyon sokszor fordul elő, hogy amikor nem süt a nap, akkor fúj a szél és oda-vissza. Tehát ez egy komoly lehetőség lenne Magyarország villamos energia termelésében, és hogyha már végre eljutunk odáig, hogy sok év egyébként meg nem magyarázott tiltás után ezt engedi a kormány, akkor nekünk meggyőződésünk, hogy még központi források bevonása nélkül is egyszerűen piaci alapon nagyon-nagyon komoly kapacitások tudnak kiépülni a következő években, évtizedekben, és így nagyon nagy mértékben erősíteni Magyarország energia önrendelkezését, amit egyébként 12 évvel hangsúlyozok a parlamentben, most az elmúlt hónapokban már a kormány is beszél erről. Hogyan látja a jelenlegi napenergia helyzetet, vagy nem tudom, hogy botránynak nevezzem-e, vagy egyáltalán, ami most zajlik a napenergia piacon? Én azt gondolom, hogy a botrány az nem egy túlzó kifejezés, sőt, én azt mondom, hogy tragikus az, amit a kormány csinál, hiszen ugye a hálózat fejlesztése az egy olyan tevékenység, vagy olyan tevékenységnek kellett volna lenni, amit a kormánynak végre kellett volna hajtani. Tehát az, hogy Magyarországon most nem tudja a hálózat a kormány elmondása szerint a jelenleginél lényegesen gyorsabb ütemben fogadni a lakossági naperőműveket, napelemeket, az alapvetően, hogyha vitatják is sokan, az alapvetően egy rossz kormányzati, rövidlátó kormányzati politikának a következménye. Tehát nagyon-nagyon régóta megfogalmaztuk azt mi is, hogy Magyarországnak alapvető érdeke, magyar embereknek alapvető érdeke, hogy felkészítsük az országot arra, hogy a zöld energiák, a megújuló energiaforrások használatával növeljük az energia önellátást, csökkentsük a függőséget, és főleg csökkentsük az orosz függőséget. Nagyon régóta beszélünk arról, hogy a jövő az nem a fosszilis energiahordozók használata, tehát ennek a kitettségének a csökkentése. És ehhez képest, ugye most ezt halljuk néhány napja, ezt halljuk Palkovics miniszter úrtól, hogy csökkenteni kell a gázfüggőséget, csak hát ennek érdekében szinte nem tett semmit a kormány. Sőt, hát azért láthatjuk, hogy most is vannak még olyan intézkedések, amik nem ebbe az irányba mutatnak. Még mindig nem ismert el a kormány azt, amit én azt gondolom, hogy sok szakember már lát, hogy például a Paks 2 az alig, ha fog tudni megvalósulni. Tehát látható, hogy most van még egy ilyen jó, egy bő másfél évtizedes lehetőség az országnak, hogy egy alapvető zöld szemléletű energiapolitikai fordulatot hajtson végre. Mi azon leszünk, hogy ebben úgymond, hogy ösztökéljük a kormányt a politikai munkánkkal, hogy ez történjen meg a következő években, történjenek meg ezek a fontos változtatások. A csökkentésnél azért elhangzott egy cél, 2050, nem túl távoli ez? Mi természetesen azt gondoljuk, hogy ez túl távoli, és azt gondoljuk, hogy a mi véleményünk, hogy lényegesen ambiciózusabb célokat is kitűzhetne magára Magyarország, ezek számokkal is alátámaszthatóak. De egyébként az is félelmetes, hogy ugye most ahhoz, hogy Magyarország energia önrendelkezését biztosítjuk, a kitettségeket csökkentsük, annak az egy nagyon fontos eleme, hogy Magyarország energia szükségleteit összességében csökkentsük, tehát egy olyan gazdaságpolitika valósuljon meg. Nyilván ennek az energia igény csökkentésének van egy nagyon komoly szigetelési, lakossági szigetelési oldala, amit mi nagyon régóta javaslunk, és reméljük, hogy ebben is fogunk tudni sikert elérni, hogy ugye ebben is nagyon sok éve nyomást gyakorlunk a kormányra, induljanak érdemi szigetelési programok, javaslatokat teszünk a közösségi közlekedés fejlesztése terén is, és mi azt szeretnénk elérni, hogy olyan gazdaságpolitika érvényesülne, ami nem a nagy energiaforrás, nem a nagyon nagy mértékben energiaigényes irányokba fordulna, és sajnos ebben nagyon sok feladatunk van még, hiszen látható, hogy a kormánynak most az akkumulátorgyártás az egyik kiemelt gazdasági ágazat, ez egy ilyen zászlósai a kormánynak, és ez nem csak elképesztő mennyiségű vizet igényel, de óriási, elképesztő az energiaigénye. Tehát addig, amíg a kormány nem látja be, hogy a magyar gazdaságnak a jövője az, hogy az energiafelhasználást csökkentsük, az energiaigényt csökkentsük, addig én azt gondolom, hogy nem fog tudni zöld irányba fordulni ez a kormányzás. Keresztes László Lórend, az LMP elnökségi tagja. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
Az agrárkamarai tagdíj emelése ellen tiltakozik az MSZP. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara néhány napja jelentette be, hogy átalakítják a tagdíjrendszert. Mint írták, erre azért van szükség, mert a tagdíjak 10 éve változatlanok, és időközben elinflálódtak, ugyanakkor bevétel arányos lesz, és közel 3,5 milliárd forint tagdíjkedvezményt is nyújtanak. A telefonnál Harangozó Gábor, az MSZP alelnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen összegű ez a tagdíj, amiről most beszélünk? Ugye az van, hogy gyakorlatilag van egy minimál tagdíj, ami nem egy olyan rettenetesen magas összeg, hiszen eddig 2000 forint lesz, és most ezt emelik meg hát 4-5000 forintos szintre, és hát van egy felső tagdíj limit, ami 1 millió forint volt, azt most első lépésben 1 millió 750 ezer forintra, de miután az átlagbérhez kötött, ezért jövőre már olyan 2 millió forint környékén lesz az is. Az már ugye egy jelentősebb emelést jelent a gazdálkodóknak. Mindezt akkor, amikor őrületesen nagy válságban van az egész agrárágazat, hiszen egy rettenetesen nagy aszály sújtotta, gyakorlatilag az ország felén szinte egyáltalán nem volt semmilyen bevétel, és vannak olyan gazdálkodók, akik ténylegesen iszonyatosan nagy költséggel dolgoztak az idén, hiszen a termelési költségek nagyon megnövekedtek, az üzemanyagár, az energiaárak általában, és a műtrágya költségek, tehát minden termelési költség nagyon megemelkedett, viszont a legtöbb gazdálkodó megadott mindent a földnek, ahogy kell, hiszen arra számítottak, hogy ugyan emelkednek az előállítási költségek, de majd emelkedni fognak a termelői árak is, ami megtörtént, csak hogy az aszály elvitte a termésüket, és így csak a megnövekedett költségek maradtak, bevétel pedig semmi. És ebben a helyzetben mi már többször arra szólítottuk fel az agrárkamarát, hogy engedje el a kamarai díjakat, hogy legalább azt ne kelljen kifizetni a gazdálkodóknak, amikor meg kéne kezdeniük az őszi munkálatokat, és hát ehelyett eléggé komoly hidegzuhanyként ért mindenkit az, hogy az agrárkamara úgy gondolta, hogy pont most van az az év, amikor neki meg kell duplázni a kamarai tagdíjat. Hát nem pont azért, hogy egyébként ugye ebből tudjanak fedezni esetleges támogatásokat, hiszen arra hivatkozik a kamara, hogy amúgy 10 éve nem volt emelés. Hát 10 éve, kamarai tagi emelés 10 éve nem volt, viszont különböző módokon kiharcoltak azért maguknak komoly közpénzt támogatást. Gyakorlatilag az agrárkamara ma már 20 milliárd forintból működik. Csak mondok egy példát, ami szintén hasonlóan vérlázító, mint az, hogy pont most kell kamarai tagdíjat emelni. A kárenyhítési alapba abból lehetne azokat a gazdálkodókat megsegíteni, akiknek a terményét elvitte az aszály. Ugye Magyarországon 1,5 millió hektáron vitte el a termést az aszály, ez több mint 1000 milliárd forintos kárt okozott a gazdálkodóknak. A kárenyhítési alapban 11,5 milliárd forint volt mindösszesen, ebből kéne valahogy kártéríteni azokat, akiknek nem volt bevétele, vagy csak nagyon minimális volt. Na most ahelyett, hogy például a kormány megemelte volna ezt az összeget legalább egy 2-300 milliárd forintra, hogy enyhítse, nem hogy kárpótolja a gazdálkodókat, de hogy enyhítse ezt a kárt, és tényleg el tudjanak kezdeni fölkészülni a következő évre, ahelyett például ebből a pénzből, ebből a 11,5 milliárdból 1,5 milliárd forintot rögtön odaadott a kamarának. Szóval a kamarának minden jár, a kamarai vezetők egyébként hatalmas fizetésekért dolgoznak, titkársággal, autóval, mindennel, tehát ott az azért igazi luxus, amit ők maguknak kiharcoltak, úgy, hogy mellette azért tudni kell, hogy a kamarai vezetők többsége, ők fideszes politikusok, tehát országgyűlési képviselők, kapják az országgyűlési javadalmazásukat is, és mindent, ők arról az semmilyen körülmények között nem akarnak lemondani, viszont igazából nem tesznek a gazdálkodókért semmit, és akkor most még ráadásul ki is találták, hogy meg kell duplázni a kamarai díjat. Szerintem ez tényleg nagyon felháborító, holott bőven lenne mit csinálni, mert nagyon nagy bajban van az ágazat. Hogyha nem kapnak hamarosan segítséget, akkor a jövő évben meg fog ismétlődni
az, ami most volt, hogy például az idén kukoricából Magyarországnak importálnia kellett. Hát mi mindig sokkal többet termeltünk, mint amennyire Magyarországnak szüksége volt. Ezt tudtuk eladni külföldre, és ebből komoly nemzetgazdasági bevétel is volt. Most pedig külföldről kell megvegyük, annyira kevés termény volt. És hát azt képzelje mindenki, hogyha nem volt a gazdálkodóknak bevétele, akkor nem tudnak ősszel szántani, aztán vetni, műtrágyát rendelni. Tehát nem indul el a következő év, és jövőre újabb terméskiesés lesz, ami újra fölfelé fogja verni az árakat. Így is a termelői árak, a termelőknek a költségei, azok jóval magasabb mértékben nőttek, mint az értékesítési árak, ami miatt azzal kell, hogy számoljunk, hogy az élelmiszer áraknak a növekedése nem állt meg, hanem tovább fog növekedni. És ezt egy kormányzatnak, meg egy köztestületnek, mint a kamarának azon kéne dolgozni, hogy hogyan lehet enyhíteni, nem pedig még árnövekedő tényezőket berakni. Kicsit akkor arra kérem, hogy szakmázzunk is, hiszen agrárszakértő hogyan látja most a helyzetet? Korábban ugye beszéltünk önnel is erről, hogy mi minden lehet drágább, azért így karácsony előtt szerintem sokan észrevesszük azt, hogy az alapvető élelmiszerek is milyen szinten drágulnak. Hogyan látja a szektorban egyébként, ki van most a legnagyobb bajban, és mi vásárlók, mire számíthatunk a következő időszakban, mi fog még drágulni? Hát ugye, mint mondtam, azok a termelők, akik, főleg akik, akiknek a terményét elvisz az aszály, ők még mindig óriási bajban vannak, mert nem jött segítség. Tehát azok az állami segítségek, amiket bejelentettek, azok többségében látszott intézkedések, olyan támogatások, amik érdemi segítséget nem adnak, csak az a példa, amit az előbb is említettem, ez a 10 milliárd forint a kárhenyítési alapba, ez semmi ahhoz képest, amekkora kár van. Tehát ott szerintem most nagyon sokan, főleg a kisebb gazdálkodók közül tönkre fognak menni, ez terméskiesés jelent, ez további költségnövekedéseket jelentenek. Ez közvetlenül kevésbé jelenik meg az árakban, mondjuk a gabona árakban igen, tehát például a kenyér ára ennek megfelelően, vagy a pékáruk azok továbbra is nyomás alatt vannak és növekedni fognak, de az a baj, hogy ez most gyűrűzik be az állattenyésztésbe, hiszen kevés a takarmány, és ráadásul az is rossz minőségű, és hát emiatt eleve már van egy költségnövekedés az állattenyésztőknél, és ami egészen megint megdöbbentő, hogy az energiaárak növekedését a kormányzat egy az egybe rászabította az ágazatra. Tehát míg más ágazatoknál azt mondja, hogy a magas energia igényű mondjuk autógyárak kapnak olcsóbb energiát, tehát akinek az energia igénye meghaladja az összköltségének a 3%-át, az kap támogatást, annak csak gyakorlatilag fél áron kell, tehát az energiárak felét kell kifizetnie. Míg az agráriumban, hát gyakorlatilag ott minden 3% fölött van, mindenhol 3% fölött van az energiaigény. Gondoljunk bele, hogy mondjuk egy tejelő tehenészetnél, ahol nem csak világítani kell, hanem hűteni kell a tejet, hőkezelni kell, tehát hatalmas energiaigény van, semmilyen támogatást nem kapnak. Egyszerűen ki vannak zárva ebből a támogatásból, tehát ott az energiaárak növekedése miatt még további árdrágulás várható, tehát a tejtermékek, amik így is egészen döbbenetes áron kapjuk már meg a boltokban, ott azoknak az ára tovább fog például növekedni. Aztán hát pont az aszály meg az öntözés hiány miatt a burgonya gyakorlatilag eltűnőben van az országból, korábban 180 ezer hektáron volt, most az idén már csak 8 ezer hektáron, szerintem jövőre már senki nem fog vetni ilyen körülmények között. Ami egyrészt hiány, másrészt, hogyha hiány van, akkor nyilván fölfelé mennek az árak, tehát ott is komoly ár növekedés várható. Nem tudok ezekbe jó híreket mondani, hiszen nem történik semmi, ami megállítaná. Ha megengedi egy mondat erejéig, hadd kapcsoljuk vissza jó az előző beszélgetéshez, hogy például Hollandiában a szélmalmok, ezek a szélerőművek szárazföldi telepítését megkapták a tejtermelő gazdálkodók, annak a jogát. Ők csináltak egy szövetkezetet,
Hollandiába a 10 millió tejelő szarvas marhával egyetlen egy szövetkezetbe tömörültek a tejtermelők, ők megkapták ezeknek a szélerőműveknek a telepítési jogát, és abból van például egy olyan stabil, állandó bevételük, ami akármilyen piaci folyamatok vannak, már egy biztonságot ad nekik. Németországban ahhoz adott az állam támogatást, hogy a, mondjuk az istállók tetejét telerakják napelemekből, amiből szintén nagyon sok... Ez még igen messze van tőlünk, na, de ígérem, hogy... képest mi nem oldjuk meg azokat az elemi, mai megoldandó feladatokat se, amivel lehetne biztosítani. Muszáj lezárnunk. De ígérem, jó, hogy fogunk erről beszélni hosszabban, akár beszélni. Egy másik műsorban. Harangozó Gábor, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A hazai napelemes szakmai szervezetek 5 pontos petíciót nyújtottak be Palkovics László miniszternek. Mint a pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, a lakosságot érintő háztartási méretű kiserőművekre koncentráló kormányrendelet mellett az elmúlt időszakban további akadályok is nehezítették a KKV-k és az ipar szereplőinek napelemes beruházásait. Hogy mit várnak most a minisztertől, arról Kis Ernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével beszélt. Jó reggelt kívánok! Kedves sokan, szép jó reggelt, kedves hallgatók! No igen, most már mindenki megpróbált hozzászólni egyébként ehhez a napelem helyzethez. Mi az önök álláspontja, mit várnának a minisztertől? Hát mi abban bízunk, Palkovics László miniszter úr vissza tudja terelni helyes mederbe a napelemes piacot, mert sajnos, mint ahogy a beharangozóban is elhangzott, mind a kereskedő célerőművek, mind a vállalkozásoknak az önfogyasztás csökkentő napelemei, mind pedig most már utolsóként a lakossági napelemes rendszerek elé is olyan akadályok gördülnek, amit gyakorlatilag lehetetlené teszik, illetve megnehezítik a napelemes rendszereknek a telepítését. Teszik ezt mind akkor, amikor egyébként a brutálisak a villamosenergia piaci árak, óriási kereslet a villamosenergiára, a környező országokban, Európai Unió összes országában hatalmas támogatásokkal, ösztönzőkkel, adókedvezményekkel, például Csehországban 50% beruházási kedvezmény, Horvátországban 0%-os áfával, Németországban is beruházási támogatásokkal ösztönzik az embereket arra, hogy öngondoskodást vezessenek be, és saját maguk terveik meg a villamosenergiát napelemekkel. Úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy a napelemes lobby akna munkája szinte a teljes napelemes szektort maga alá gyűrte. Mi ez a lobby? Kik ennek a szereplői? Nem ismerjük természetesen a lobbynak a piaci szereplőit, azokat, akik ezeket a tendenciákat pontosan végrehajtják, de tény, hogy tavaly tavasz óta sikeresen megakadályozták például minden egyes új fejlesztés, kereskedelmi célú napelemes erőműnek a fejlesztését visszameleges hatállyal. Látszólagosan még dübörög a piac, nagyon sok napelemes erőmű épül, ami rendkívül jó, viszont ezeknek a egy-egy ilyen erőműnek a fejlesztés az több év. Tehát az a baj, hogy egyszer csak véget fognak érni ezek az erőművek, nem lesz újabb erőmű, amit ki tudnának fejleszteni, tehát nem lesz több fejlesztés. Kik a szereplők nem tudjuk, de egy biztos, hogy most per pillanat háttérbe szorul teljesen a napenergia szektor, pedig ez a legolcsóbb villamos energia termelési mód, ami létezik a jelen pillanatban a Földön. Háttérbe szorul, nem pont az a baj, hogy túl nagy a kereslet és nem bírja a rendszer? Az, amit a kormányzat bejelentett, hogy a villamosenergia hálózat túlterheltsége miatt nem lehetséges, ez sajnos nem megalapozott. Természetesen vannak problémák, vannak anomáliák, de ez abból adódik, hogy az elmúlt egy évtizedben teljes mértékben elmaradtak azok a fejlesztések, amik egyébként a decentrális megújuló energia termelésnek a fogadására is alkalmas lett volna, de egyébként valóságban elenyészek voltak az eddigi problémák is. Például, hogy ezt említettem, hogy 2,4% volt a háztartási méretű napelemes rendszereknél az elutasításnak az aránya. Akkor, ugye a villamos energia törvényt szerint köteles a megújuló energiát átvenni a szolgáltató, akkor, hogyha nincsen műszaki akadálya. És az műszaki akadály is 2,4%-ra jogosította a szolgáltatókat, tehát nem megállapozott. Igen, hallom, hogy közben vezetési helyzet alakulhatott ki. De én
reagálni. Akkor még egy mondatot engedjen meg. Hogyan látja, meghallgatásra talál majd ez az 5 pontos javaslat? Biztos a meghallgatásra talál, csak az, hogy lesz az valamiféle érdemű befolyása, azt nem tudom sajnos megmondani. Viszont azt tudom, hogy már elindultak a piacon az átrendezésnek a folyamata. Tagvállalataink között végeztünk gyors felmérést. 75% várható az, hogy vagy profilt volt váltani, vagy pedig elbocsátja a munkatársait, mert sajnos innentől kezdve, hogy megszűnt a piac, több ezer ember dolgozott a lakossági napelem piacon, ugye nem véletlen, hogy a kormánynak a felhívása szerint dolgoztunk, fejlesztettünk, tavaly évben 35 ezer háztartásba szereltek tagvállalatunk és más vállalkozások napelemes rendszert, csak a 100%-os támogatású pályázatban 43.600 pályázó nyert, ennyit hirdettek ki, tehát ez önmagában már 50%-a több, mint a teljes tavalyi év. Ezen kívül ugye az egyéb lakossági érdeklődés is óriási, köszönhetően a rezsicsökkentés mérséklésének. Tehát hatalmas volt az igény, és ez most egyetlen mozdulattal, egyetlen egy kormányrendelettel sikeresen elvágták. Ennek az a következménye, hogy azok a beruházások, azok nem fognak megtérülni, azok az emberek, akiket az elmúlt egy évben kiképezett a kormány felújítására egyébként a szakma, rengeteg villanyszerűt, rengeteg tetőzhattunk erre, és valami más területet kell keresni. Egyébként olyankor, amikor például a házépítéseknek a piaca is jelentősen visszaesik, a lakásépítési piac, tehát igazából nem tudjuk még eléggé kilátástalan ennek a szakmának a helyzete, hogy most hol fog eljutni, és mivel fog tudni foglalkozni. Érdekes, hogy éppen az egyik kivitelező vállalkozással hétvégén találkoztam, és azt mondta, hogy átmennek a takarító kisiparba. Ez is lehet, hogy egy út, sajnos. Igen. Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Köszönöm szépen. Jó utat. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Kezicsokom. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 8 óra 8 perc van, köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak, és azokat is, akik egy órája minket hallgatnak. Lássuk, hogy Tóró Nikolett szerkesztőm milyen témákat rakott össze a következő egy órában. Bővülhet az árstoppos élelmiszerek köre, a kamatstopot pedig kibővítenék. A bankszövetség szerint azonban ez tovább torzítja a piaci viszonyokat, hogy mit jelent mindez a gazdaságnak, mindjárt átbeszéljük Regős Gáborral, a Makronom Intézet szakmai vezetőjével. Új villamos energia vezetékrendszert hozna létre a kormány, amelyen az azeri energiát juttatnák Magyarországra. Turai József energetikai szakértő véleményére leszek kíváncsi az ügyben. Várostörténeti hiba lenne visszaengedni az autósokat a Lánchídra, legalábbis ezt mondja a Kerékpáros Klub. A Telex információi szerint ugyanis december 16-án megnyílhat a forgalom előtt a híd. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke lesz a vendégünk. Elemezzük majd az orosz-ukrán háború legfrissebb híreit. Egyre többen sürgetnek béketárgyalásokat, és most lehet, hogy Oroszország sem zárkózik el, de mi lehet a béke megállapodás tárgya? Erről is kérdezzük majd Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét. És az adás végén a virágpiaci helyzetről is szó lesz, az elmúlt napokban ugyanis mintegy 17 millió szál krizantém került ki a hazai kertészetekből és a családi kertekből, de ők hogyan bírják a rezsicsökkentés csökkentését és az inflációt? Traer Andrást, a Flóra Hungária nagybani virágpiac szaktanácsadóját fogjuk majd kérdezni. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A kormány célja, hogy 2023 végére egy számjegyűre, tehát 10% alá faragja az inflációt. Ezért a következő hetekben kiterjesztik az árstoppos termékek listáját, jelentette be a Kossuth Rádió péntek reggeli adásában Orbán Viktor. A kis- és középvállalkozások számára a kormányfő kamatstoppot jelentett be. A gazdaság helyzetéről Regős Gáborral, a Makronom Intézet szakmai vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Azt még ugye nem lehet tudni, hogy mely további termékek lennének árstopposok, de a híre minden esetre újabb gyengülés volt a piacon, ami a forintot illeti. Miért? Így van, bár azóta pedig pont, hogy erősödött a forint, tehát most ugye 406,47 század forintot kell adni az euróért, hogyha
a headline-okat megnézem ebben a percben. Igen, azért ez elég erősen hangzik, nem, hogy erősödött a forint már 406. Igen, hát ez a... Tehát ez az erősödött, ez azt jelenti, hogy eddig még sokkal gyengébb volt. Hát nyilván ugye a piac az nem mindig szereti, hogyha beavatkoznak a folyamatokba, körülbelül ennyi adok, de hogyha most következő kérdésnek fölteszi, hogy akkor a hétvégén, amikor ugye Magyarországon nem sok minden történt, akkor miért volt egy érdemi erősödés, hát akkor erre megint egy kicsit azt mondja az ember, hogy a fene se tudja. Ugye tulajdonképpen lehet, hogy ebben mindig vannak ilyen pozíciónyitások, pozíciózárások is. Ugye itt inkább az is nagyon látszik egyébként, ha a forintot nézzük most azon kívül, hogy ugye volt az elmúlt időszakban egy mély repülés, majd ugye egy banki beavatkozás nyomán valamekkora erősödés, hát tényleg ezt erősnek azért messze-messze nem nevezném, hogy ugye az árfolyamunk az nagyon volatilis, nagyon változékony. Miért lehet szükség egy kamat stopnak a kiterjesztésére, és miért van az, hogy erre a bankszövetség viszont azt mondja, hogy ez nagyon komoly beavatkozás, és tovább torzítja a piacot? Hát ugye, hogy a bankszövetség miért mondja azt, hogy ez egy nagyon komoly beavatkozás, ez nagyon könnyű megválaszolni, mert ugye ők fizetik tulajdonképpen a kamatstopot, mert tegyük hozzá, hogy ez a piac amúgy is nagyon torz. Ugye, hogyha azt látjuk, hogy a jegybank növeli az alapkamatot, akkor mit várnánk? Azt várnánk, hogy egyaránt nőnek a betéti kamatok, és egyaránt nőnek a hitelkamatok, hogy ez lenne valahol a normális monetáris transmisszió. De most Magyarországon nem ez történik, mert ugye a hitelkamatok azok emelkednek, ez idáig teljesen normális, viszont a betéti kamatok azok elfelejtettek növekedni, tehát a bankoknak a marginuk az pont, hogy növekszik, tehát ahogy a kamatemelés kiterjed, úgy a bankok egyre jobban jártak, de az más kérdés, hogy ugye erre vetették ki a külön adót. Na most, hogyha a hitelek kamatát maximalizálják, ugye az azt jelenti, hogy akkor ez a marginjuk, ez nekik csökken. Persze, hogy miért lehet erre szükség? Hát azért, hogy ne dőljenek be a hitelek. Ugye, ha belegondolunk, akkor felvették, nem tudom, 1-2-3 akárhány évre ezeket a hiteleket. Sokkal alacsonyabb kamaton, és most egy sokkal magasabb kamatot kellene kigazdálkodni. Nyilván itt azért a bankszövetség a saját érdekeit képviseli, ez teljesen normális. A kormánynak meg azért figyelnie kell arra, hogy tényleg azért a bankok ne kerüljenek bajba, de mivel mondom, hogy a betéti kamatok nem igazán emelkednek, ezért ez a veszély nem túl reális egyelőre. Persze lehet olyan, hogy rákényszerülnek a kereskedelmi bankok is kamatemelésre, ugye ennek az lehet az oka, hogyha már szükségük van betétre, most azért nincs szükségük, mert túl sok a betét nem, tehát túl sok pénzt tartunk ott, sokkal többet, mint amennyit kihiteleznek. Nem lehet, hogy ez azért van gazdasági szempontból, hogy stabilizálják a forint árfolyamot, megnyugtassák a piacon? Kiszámíthatóbb legyen a környezet? Igen. Nem annyira, ugye tehát a forint árfolyam stabilizálását, az pont azt segíti, hogyha ugye tankönyvileg, hogyha emeli a jegybank a kamatot, ez lassítja egy kicsit a gazdaságot, csak hát ugye ennek vannak negatív következményei, pont az, hogy befagy a hitelpiac, tehát ugye ha nagyon magas a kamat, akkor ki a fene vesz föl hitelt, ki az, aki ezt ki tudja gazdálkodni, vagy ha valaki úgy gondolja, hogy ő ki tudja gazdálkodni, akkor a bank elgondolkodik, hogy hát nem biztos, hogy ki tudja gazdálkodni, és nem ad hitelt, illetve hát azt se felejtsük el, hogy ugye akkor a korábbi hitelek is nagyobb arányban bedőlhetnek, tehát ez reálgazdaságilag inkább kockázat. Ugye ezért is csinálta azt a jegybank, hogy próbált már nem akkorát emelni, vagy leállni az emeléssel, ami ugye aztán nem jött egyébként össze, hogy ne emeljen túl, ne fagy össze be teljesen a gazdaságot. Hogyan látja újabb termékeknek az árstopja? Mit jelenthet a gazdaság számára? Ugye az eddigi árstopokat én mindig külön szedtem. Most itt a rezsicsökkentéstől eltekintve, ugye az is egy elég fontos árstop volt, és még most is az, még akkor is, hogyha ugye az átlagfogyasztás fölötti, az kikerült az árstop alól, de hát azért az átlagfogyasztásig az elég jelentős árstopot jelent tulajdonképpen. Ugye van ez a 6-7 alapvető élelmiszer, és vannak az üzemanyagok. Na most, ha csak az üzemanyagokat megnézem, az inflációban olyan 4% pontot visz,
Tehát ez azt jelenti, hogy anélkül nem 20,1% lent volna az infláció az előző hónapban, illetve hát most már ugye előző előtti hónapban, tehát szeptemberben, hanem 24% lett volna. Ez azért láthatjuk, hogy egy elég jelentős hatás. Hogyha megnézzük a 6-7 alapvető élelmiszert, ott azért a hatás persze fontos, de sokkal kisebb. Tehát ott ugye nyilván egyrészt azoknak a árváltozása is valószínűleg kisebb, bár ez nem teljesen biztos, de a fogyasztói kosárban a szerepük is alacsonyabb. Tehát ott azért 4% pontos hatásról biztosan nem beszélhetünk, és talán ugye a kereskedők jobban szét is tudják teríteni a többi termék között ezt a magas, ezt a fixált árat. Persze nyilván ott is a kereskedők biztosan elmondják, hogy ezzel rosszul járnak, ez tényszerűen igaz. Regős Gábor, a Makronom Intézet szakmai vezetője, köszönöm a gyors elemzést, ígérem egyszer még bővebben fogunk erről beszélni, szép napot. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Orbán Viktor kormányfő csütörtökön fogadta Grúzia miniszterelnökét, akivel stratégiai partnerségi megállapodást írt alá. Orbán Viktor elmondta, hogy létre akarnak hozni egy új villamos energiavezetékrendszert, amelyen az azeri energiát eljuttatnák Magyarországra. Vendégünk Turay József, energetikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kérem, hogy kicsit helyezzen képbe minket, hogy ez mit jelent, hiszen itthon ugye el vagyunk varázsolva még így a napelemhelyzet kapcsán, hogy nincs is elég kapacitásunk, vagy lenne, vagy tehát, hogy mire jó ez az azeri villany? Hát Magyarország szerintem első helyen áll a nagyokat és értelmetleneket mondunk energetikában is, nem csak ugye a vírus dolgokban, hanem az energetikában is sajnos már ez érvényes. Mindazonáltal ezt a kijelentést kereskedelmileg és technikailag is érdemes megvizsgálni. Én megnéztem, Azerbajdzsán és Magyarország között körülbelül van 2600 kilométer távolság, és hogyha tényleg az a távlati cél, hogy azt a villamos energiát, amit Azerbajdzsánban megtermeltek Magyarországra, vagy az az Európai Unióba hozzák, akkor ahhoz kell még körülbelül 1000 kilométert egyenáramú vezetéket építeni a Fekete-tenger szakasza alatt, de tegyük fel, hogy műszakilag egyébként megoldható lenne, mert most ugye virágkorát éli a tenger alatti egyenáramú vezetékek építése, mint például ugye Ausztrália, Ázsia, tehát ha technikailag ez megvalósítható, akkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az áram az nem csak Magyarországra jönne, hanem az Európai Unióba. Tehát azt nem mi, nem csak Magyarország kapna dedikáltan, hanem mindenki más. És sajnos az elmúlt egy másfél évben láttuk, hogy ma Európában a kereskedelmi áramirányokat döntően a francia és a német energiamix határozza meg. Tehát, hogyha ezt technikailag, műszakilag kiviteleznék is, és megterveznék a hálózatokat, megépítenék azokat a szakaszokat, amit még meg kell, akkor ez nem biztos, hogy ezzel csak Magyarország járna jól. Hiszen ebben ugye szó van arról is, hogy az uniós támogatás az ugye pont azért jár, mert több országot érint. Még egyszer mondom, ez az áram elvegyülne Európában, és attól függően, hogy mondjuk Románián, Bulgárián vagy Törökországon keresztül hoznák be ezt az addicionális, nem tudom, 500 vagy 1000 megawattnyi kapacitást, ugye, ha paksi egyenértékest mérünk, akkor jó lenne tudni, hogy ez egy paksi blokk, vagy két paksi blokk, ugye ezt jobban tudjuk értelmezni, mint a semmit, akkor is. A Bulgária, Románia és Törökország esetében hálózatfejlesztésekre lenne szükség, főleg a török bolgár és a török görög határmetszéken, ami most jelenleg eléggé le van folytva, ha például ott jönne be ez a pótlagos villamosenergia, tehát ez egy sokkal nagyobb léptékű projekt lenne, és én ugye továbbra is azt mondom, hogy inkább itthon kellene ugye keresgélnünk, és nem ilyen messziről
áramot ide képzelni Magyarországra. Ha jól értem, ennek lehet, hogy pusztán kvázi politikai oka van egyébként, hogy ezzel igazából nem Magyarország, hanem mondjuk az Unió összességében járna jól, és akkor Magyarország ezzel gesztust gyakorol, hogy akkor én is benne vagyok? Lehet így is nézni, lehet pozitív oldalát is nézni ezeknek a dolgoknak. Igen, hogy Magyarország mindent megpróbál annak érdekében, hogyha a gázban már ugye azt mondja, hogy a politikai vezetés, hogy nem lehetséges ugye diverzifikálni, akkor legalább áramban ugye ezt próbálják meg. Nézze, 2500 kilométer az nem olyan sok. Ha azt nézzük, hogy Ausztrália és Ázsia között ugye ez a híres, óriás vezeték 5000 kilométer vezeték hosszon menne, akkor 2500 kilométer az tényleg nem áthidalhatatlan, csak hát nézze meg, hogy milyen geopolitikai régiókon keresztül jönne át ez a villamos energia. Turai József, a T-Energy szaktanácsadó, vagy tanácsadó Kft. Ügyvezető igazgatója, energetikai szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy próbált nekünk elmagyarázni a helyzetet. Szép napot! Én is köszönöm, viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A Telex információi szerint december 16-án elkészül a Lánchíd közúti pályatestje, és megnyílhat a forgalom előtt a híd. Egyelőre azonban még nem lehet tudni, hogy a hídat használhatják-e majd az autósok vagy sem. Kerékpáros klub szerint várostörténeti hiba lenne visszaengedni az autókat a Lánchídra. A telefonnál Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Akkor induljunk a Lánchídtól. Úgy tűnik, hogy vagy legalábbis a Telex infója szerint ugye december 16-tól megnyitják. Miért lenne gond, hogyha az autósok is használhatnánk ezt? Hát ugye nem az autósokról beszéltünk, hanem bizonyos autókról, tehát a személygépjárművekről, tehát például taxikkal lehetne használni, a mi javaslatunk szerint is. Igazából a mi megközelítésünkben a Lánchídra úgy tekintünk, mint a legbelvárosibb hídra, ami a legbelvárosibb utakat köti össze, és a kerékpározásról és a tömegközlekedésről pedig tudjuk, hogy a leginkább a belvárosban hatékony, és hát a személy autózás az pedig eléggé megterheli a belvárosnak a forgalmát. És arra céloztunk, hogy ugye van egy Balázs Mór tervünk, ami most a budapesti mobilitási tervnek hívunk, annak vannak célkitűzései, és ezeknek a szellemében abszolút a Lánchídnak is olyan útnak kellene lenni, ami túllép, vagy meghaladja az előző szerepét a városban, és nem dugókban áll a kúcsidőben, hanem tudja szolgálni legalább a fenntartható közlekedési módoknak az átjutását Pestről Budára is vissza. Igen, azt hiszem, hogy ez egy örök és talán feloldhatatlan konfliktus az autósok és a kerékpárosok között. Például mondjuk, hogyha egy ilyen hídnak a használatáról van szó, de akkor nézzük az önök álláspontját, a kerékpárosok álláspontját. Most egyébként, pláne mondjuk a COVID-helyzet után, mennyivel nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten? Hát a kerékpáros forgalom az nagyon nőtt, viszont ez nem kerékpáros és autós konfliktus, tehát többen használják a tömegközlekedést, és még többen használhatnák a belvárosban, és ők sem tudnak közlekedni, amiatt, hogy dugóban áll az út egyébként. Nagyon sok helyen lehet buszsávot csinálni a városban, ezt meg is csinálták sok helyen, de ahhoz, hogy buszsáv legyen, és menjen a forgalom is mellette, személygépjármű forgalom, ehhez kétszer-két sávos utakra van ugye minimum szükség. A Lánchídon erre nincsen lehetőség, és ezért a 105-ös vagy 16-os buszok azok csúcsidőben gyakorlatilag egy helyben állnak, pedig az emberek használnák. És hát én személy szerint is, aki egyébként ezt a szöveget írtam, én is úgy kerékpározom, hogy tömegközlekedéssel kombinálom, és egyébként a tömegközlekedés fontosabbnak is tartom, mint a kerékpározást egy városnak a közlekedésében. Tehát semmiképpen sem autós konfliktus, ráadásul autóm is van, amit nem használok a városban menetingázni, pont ezek miatt a dolgok miatt, amik mellett érvelek. Tud nekem arra számot mondani, hogy oké, ezt most vettem, hogy ez a kérdés, ez nem csak kerékpáros és autós konfliktus, de hogy egyébként mennyivel nőtt a kerékpározók száma, akiket is képviselnek? Hát igen, a COVID idején körülbelül egy 20%-kal nőtt a Budapesten kerékpározók száma, és egyébként ennél sokkal jobban nőhetne, hogyha a kerékpáros hálózat kiteljesedne. Sajnos nagyon nagy foltok és lyukak vannak benne. Például a
a budapesti hidak, és pont a belvárosban, tehát a Szabadság hídon sem megoldott, az Erzsébet hídon sem megoldott, az átkelés és a Lánc hídon sem, miközben ez a három belső hídunk Budapesten. A budai és a pesti kerékpáros hálózat sajnos el van szakítva egymástól, és nem lehet átmenni, csak olyan embereknek, akik nagyon bevállalósak és megmerik ezt tenni. Erről egyébként van szó, amikor város tervezésről beszélnek, vagy egyeztetnek? Tehát itt akkor nem csak a Lánchídról van szó. Persze, természetesen, csak az ember nem tud hirtelen mindent feldobni egyébként, tehát hogy ott tartunk meg a Lánchídnál is, hogy 2012-ig, 1896-tól 2012-ig tilos volt valamilyen formában a kerékpáros közlekedés a város legbelsőbb hídján. Tehát volt olyan, hogy át lehetett tolni éjszaka, meg volt olyan, hogy egész nap csak tolni szabadott. Tehát, hogy ebből a helyzetből jövünk, hát ugye ott a Rákóczi út és az Erzsébet híd, ami egy inkább autópálya hídnak nevezhető, mint belvárosi hídnak. És mi érünk az egyébként, hogy a Lánchíddal el lehetne kezdeni, mert hogy éppen most újítják föl, és mivel a budapesti mobilitási tervben egyértelműen a kerékpározás háromszorozását tűzték ki célnak, ezért úgy gondoltuk, hogy ha 2030-ig ez a cél, akkor 2022-ben egy hídátadás nem ehhez tartani kell magát a városnak, hogyha ez a stratégiája is komolyan veszi. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, viszontlátásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Vogyerák Anikó. Az orosz külügyminiszter kijelentette, hogy a Kreml kész tárgyalni, ha a Nyugat teljes mértékben figyelembe veszi Oroszország érdekeit. Hamarosan kezdődik a világ legnagyobb gazdaságainak G20-as csúcs találkozója, ahol találkozhat Putyin és Biden elnök. De mi lehet a béke megállapodás tárgya? Erről is kérdezzük Demkó Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyáltalán hogyan látja ön szerint, van bármilyen esély béketárgyalásra? Mert körülbelül azt érezhetjük szerintem az elmúlt hónapok eseményeiből, hogy Oroszország nem annyira akarna békét kötni, ő eldöntötte, hogy akkor ő elinstandolja innentől kezdve mondjuk Ukrajnát, de legalábbis az elfoglalt területeket ugye mindenképpen, most pedig azt mondja, hogy jó, hát igazából ő tárgyalna, Ukrajna nem akar. Az oroszok nem azt kapták Ukrajnában, amit vártak, tehát egy jóval nehezebb hadjárat ez annál. Tehát azt a részét, hogy Oroszország már hajlamos lenne a békére, azt én valószínűleg tartom, egész egyszerűen azért, mert komoly belpolitikai, gazdasági problémákhoz vezetett ez hosszabb távon. Nem most, tehát nem olyan gyorsasággal, mint azt sokan várták, de nem is annyira a szankciók, hanem a mobilizáció, tehát az orosz polgári lakosságnak a bevonása a háborúba az, ami változtat a kalkuluson Oroszország részéről. Tehát szerintem Oroszország tárgyalna, az a kérdés, hogy van-e olyan kompromisszum, amiben meg tudnak állapodni Ukrajnával. Tehát én inkább ebben látom a csapdá helyzetet, hogy Oroszország ugyan arról már lemondott, hogy egész Ukrajnát valamilyen proxy állammá tegye, úgy, ahogy azt Belarusszal, Fehér Oroszországgal tette, tehát szerintem ez lekerült a napirendről, de az nem tud lekerülni, amíg a Putyin rendszer megvan a napirendről, hogy legalább a Dombaszt, illetve ezt a két másik megyét elvegyék részben vagy egészben Ukrajnától. Tehát a Dombasznál valószínűleg az egészhez kell, hogy ragaszkodjanak, egész egyszerűen, mert elismerték a hivatalos területet, tehát az egész területet, amit viszont még nem hódítottak meg. Tehát azt gondolom, hogy rossz részről lenne tárgyalási készség, csak olyan ajánlatot nem tudnak tenni, amit Ukrajna el tud fogadni. Ukrajna vagy a világ? Mert itt kicsit azt látjuk már, hogy ugye volt, aki már az elején is proxy háborút emlegetett, de most talán még inkább érvényes ez, nem? Hogy a világ el tudja-e azt fogadni, még hogyha Ukrajna mondjuk akár igen, hogy néhány területet csak úgy effektíve elcsatoljon Oroszország. A világnak a nagyjából háromnegyedét ez különösebben nem izgatja, tehát itt azért a nyugati véleménybuborékból törjünk ki, 40-50 ország van, aki több mint 200 országból, aki a nyugati oldalon áll, mondjuk 50 ország. Ezek az országok azok, amelyek Ukrajnát támogatják, de nem, én a proxy háborúval nagyon óvatosan bánnék, mert nyilván az USA, meg az európai segítség nélkül Ukrajna már elbukott volna.
De azért alapvetően itt Ukrajna harcol Oroszországgal, és Ukrajnának kell megállapodnia Oroszországgal. Nyilván a háttérből lehet Ukrajnát befolyásolni, és adott esetben ugye láttunk azért olyan pontokat az történetben, mondjuk a boszniai háború végén, amikor az USA megmondta a saját szövetségeseinek, hogy most viszont meg fogtok állapodni, tehát azért illúzió ne legyenek, de Kijev azért egy komoly tényező ebben, tehát én nem látom azt a helyzetet, hogy Zelenszkij azt tudja mondani az ukrán lakosságnak, még most nem látom, hogy lemondunk erről a négy megyéről, vagy nagyobb részéről cserébe a békéért. Tehát az ukrán lakosság ezt nem fogadná el. Az összes közvéleménykutatási adat azt mutatja, hogy a lakosság túlnyomó többsége az harcolni akar. Még az orosz ajkúaknál is többségben vannak azok, akik az invázióval szemben a harcot választanák jelenleg. Azt majd meglátjuk, hogy a tél végén mi lesz, de most nincs Ukrajna részéről olyan hajlandóság. Az úgymond háttértámogatók, vagy nem is háttér, mert teljesen nyílt az európai, meg az amerikai katonai hírszerzési támogatás, azok pedig nyíltan nem mondhatják azt Ukrajnának, hogy most már kössél békét. Hogyan látja egy G20 csúcs találkozón? Van bármi esély arra, hogy leüljenek a felek egy asztalhoz? Egyáltalán megjelennek, vagy találkoznak majd? Hát nézze, a jövőben nem látok. Én nem tartom addig valószínűnek, hogy Putin és Biden leüljön, amíg tényleg nincs egy megállapodás. Tehát előtte meg kell, hogy állapodjanak a fő pontokban. De nem látom, mondom, azt, hogy ez egy pár héten belül ez megtörténjen. Egyébként viszont Biden részéről leülni Putyinnal jelen helyzetben teljesen kontraproduktív lenne a belső amerikai közvélemény felé is. Tehát én nem látom azt, hogy mi értelme lenne, kivéve ha tényleg vannak olyan pontok, ahol meg tudnak állapodni. De hogy mondjam, Ukrajnát az USA most nem tudja ebből kihagyni. Tehát a háború előtt lehetett volna egy olyan megállapodás, hogy az USA megállapodik az oroszokkal, hogy nem vesszük be Ukrajnát az EU-ba, az EU megállapodik az oroszokkal, hogy nem vesszük be a NATO-ba, illetve az EU-ba az ukránokat, de most, amikor területi kérdésekről van szó, nem tud már az USA. Nagyon könnyen nem tud háttér megállapodást kötni, persze tud majd Ukrajnára nyomást gyakorolni, ha amerikai érdek lesz a megállapodás. Mindeközben ugye zajlik a háború a szomszédunkban, és egyre több szakértő mondja azt, hogy az, hogy jön a tél, a hideg, az igazából az oroszoknak kedvez, no de pláne ezt ugye ki is játsszák az oroszok, hiszen az energetikai infrastruktúrát támadják. Persze, tehát az oroszoknak kedvez abból a szempontból, hogy Oroszországnak egy nagyon kicsi részét tudja Ukrajna csak támadni, míg Oroszország mindent tud Ukrajnába támadni, ami az energetikai infrastruktúrát illeti. Tehát az oroszok azok tűzszúrásokat éreznek, ugye Belgorod környékén támadják, az ukránok is egyébként az orosz energetikai infrastruktúrát, de ezek tűzszúrások ahhoz képest, amit Oroszország képes csinálni. Ami pedig a katonai műveleteket illeti, tehát addig, amíg Ukrajna támad, és azért több az ukrán támadás az utóbbi időben, vannak orosz támadások is, de nagyobbak az ukrán támadások, ott megint csak alapvetően a sáros időszak, de még a téli időszak is a védekezőnek kedvez, egész egyszerűen azért, hogy az ukránok ott tudnak eredményeket, nagyon komoly eredményeket elérni, ahol például erdők vannak. Nagyon sok gyalogos van, tehát az ukránok számbeli túlerőben vannak, az erdőkbe be tudnak menni, ott ugye védve vannak, valamennyire védve vannak a drónoktól, tehát nem látják a drónok, hogy hol vannak a katonák. Ugye ez a télen ez megszűnik, tehát sokkal jobban belátható lesz ez az egyébként nagyrészt lapos táj. Mindenképpen az oroszoknak kedvez katonailag is, illetve gazdasági háborúban is, mert ez egy gazdasági háború. Majd meglátjuk persze, hogy az ukrán nép ellenállását meg lehet-e törni, mert egyelőre tényleg azt lehet látni, hogy a többség harcolni akar a területek felszabadításáért. Nyilván egy rettenetes tél ezen változtathat, ezt gondolom az oroszoknak a kalkulusa is, így gondolkoznak a Kremlben. Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre. Szép napot. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Bőséges választékkal találkozhatnak azok, akik halottak napjára virágot vásároltak. Mintegy 17 millió szál krizantém került ki a hazai kertészetekből és családi kertekből. Hogy milyen volt a forgalom, a gazdasági válság éreztette hatását, arról Trer Andrást, a Flóra Hungária nagybani virágpiac szaktanácsadóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
kezdjük talán akkor ezzel, mit tapasztaltak az elmúlt évekhez képest, ugyanolyan forgalom volt-e, mint egyébként? Igen, nagyon jók voltak a tapasztalataink. Hát ugye annyit hozzá kell tenni, hogy a krizantém, az időzített krizantém termesztés az jóval megelőzi ezt a szezont, hiszen vagy egy 120 napos készülődés előzi meg azt, hogy itt október végén, november elején megfelelő időben ezek a virágok rendelkezésre álljanak. Tehát itt június második felében, július elején legkésőbb a kertészek elültették ezeket a termékeket, tehát talán még a nyugalmasabb időszakokban kerültek ezek a palánták elültetésre. És el is tudtak adni mindent. Igen, itt a piacon, nagybani piacon, ugye a nagykereskedői, meg a termelői fronton követtük az eseményeket múlt héten, szerdán, csütörtökön, szombaton, hétfőn ment el az árunak a nagy része, és szinte minden alkalommal teljesen kisöpörték, ha lehet így fogalmazni, a kereskedők elvitték a rendelkezésre álló árut. Az információk most érkeznek itt a virágüzletektől, hogy náluk, tehát a kiskereskedelmi fronton, hogy ment az értékesítés. A legtöbb kertész egyébként, ahogy végig mentünk a piacon, és kérdezgettük őket, arról számolt be, hogy ugye a tavalyi számokkal, tehát a bázisadatokkal számolt, tehát kevesen voltak, akik többet, vagy sokkal kevesebbet ültettek volna, tehát körülbelül a tavalyi mennyiségekkel készültek. Talán lett volna fantázia abban, hogyha egy-egy kertész picit bátrabban és többet ültetni, mert valószínűleg azt is lehetett volna, azt is el tudták volna adni. Önök ott a nagybani virágpiacon mit tapasztalnak, ugye az elmúlt hónapokban folyamatosan gazdasági nehézségekről, egyre nagyobb szektorelhagyókról, munkanélküliségről beszélünk, inflációról, minden drágul. Önöknél tapasztalható-e a virágpiacon, a virágok tekintetében drágulás, és panaszkodnak-e a kertészek, az eladók, hogy nehezebb helyzetben vannak? Hát ennek több síkja van, ugye az energia az természetesen egy nagyon-nagyon komoly kérdése a hazai kertészeknek, és soha nyilván nem azok, akik szabadföldön, hanem akik energiaigényes kultúrákat üvegházban, fóliasátorban termelnek. Itt is van egy köre a kertészeknek, akik nem gázzal fűtenek, hanem geotermiát, termelenergiát használnak ők, valamelyest függetlenebbek. Nyilván azt is elektromos árammal kell felhozni a föld mélyéről, a földhőt. Egyre több kertész próbál itt is teljesen függetlenné válni az energiától, ha lehet így fogalmazni, amennyire lehet, mert napelem parkokat létesítenek, geotermikus kutakat fúrnak, vagy pedig áttérnek a biomassza alapú fűtésre. Természetesen ezek az alapanyagok elérhetőséges ára is emelkedik, ahogy mindenki próbál nyúlni a faapríték és hasonló termékek irányába. Tehát bent van a minisztériumnál az ágazatnak az adatgyűjtése, hogy ez is a KKV-nak egy fontos része, hiszen sok embert foglalkoztat, vidéken foglalkoztat az ágazat, tehát nagyon fontos volna, hogy ezt a reméljük csak átmeneti energia krízist, ez az ágazat, hogy a vészen és a több évtized munkáját úgymond ne kelljen sútba vágni azért, mert most itt az európai piacon gondok vannak. A lakossági oldal tekintve pedig nyilván érezni lehet egyfajta, tehát a hétköznapoknak van egyfajta visszafogottsága, de azt hozzá kell tenni, hogy továbbra is ez az egyik legolcsóbb hobbi, ha lehet így fogalmazni, ami mondjuk minden szentekkor talán kicsit furcsán hangzik, hiszen itt nem a hobbinkat gyakoroljuk éppen, de a növény szeretete ajándékozása, vagy a kert díszítése, a teraszunk otthonunk díszítése, ez továbbra is egy nagyon, nagyon jó és egy nagyon olcsó hobbinak számít, és a Covid-nál is nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalataink voltak, tehát sokan voltak otthon, bezárkózva, ugye, mert hogy keveset mozogtak, és amihez legelőször nyúltak, az a vissza a természetbe, elmentek kirándulni, vagy pedig az otthonukat növényekkel díszítették.
Összességében milyen mértékű drágulás jellemző a szektorban? Erről tud nekem egy körülbelüli számot mondani? Hát ez is nagyon függ attól, hogy a melyik kiskereskedelmi egység hol található meg, az meg, hogy a termék honnan érkezik, hazai kertészetből vagy külföldről. Hazai kertészetekből érkező áruknál ott, szóval nagyon vegyes a kép, hogy most erre mondjak egy számot, mert valószínűleg azzal nem lennék elég precíz, inkább talán tendenciákat tudnék érzékeltetni. A termelőknél az alap felhasznált alapanyagoknak ellenére, hogy hazai termék sok része importból érkezik, ahol az árfolyam hatással lehet találkozni, szóval sokszor a cserép, a szaporítóanyag, a műtrágya, ezeknél mind volt valamilyen szintű áremelkedés is, hiszen az előállításukhoz is sok energia kell, illetve az árfolyam hatás is érvényesült, tehát ezeknél a termékeknél 10-20%-os áremelkedést észlelünk itt a nagybani piacon körülbelül, de ez is csak egy nagy átlag, hiszen terméke válogatja. És aztán vannak az import termékek, ahol ami külföldről érkezik, ott pedig egy jelentősebb drágulással tapasztalunk, hiszen ott nem csak az árfolyam hatás és a külföldi előállítás növekedő költsége, hanem még ugye a szállításnak a magas költsége is rárakódik. Talán ezt lehet érzékelni az előállítási oldalon, és a kiskereskedelmi oldal is egy nagyon vegyes kép, hiszen másképpen tudja lekezelni a költségnövekedést egy áruház, nagy áruház, ahol bekerül a kertészeti termék, és máshogy mondjuk egy virágüzlet vagy egy garden center, mondjuk egy garden centerben nem feltétlenül jelenik meg mondjuk az energiaköltség, vagy egy faiskolai árudában nem feltétlenül jelenik meg az energiaköltség, és virágüzlete is válogatja, hogy hol kinél milyen energiaköltség csapódik, amit kénytelen tovább hárítani a termékeken keresztül. Szóval itt vegyes a kép országosan. Traer András, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, a Flóra Hungária nagybani virágpiac szaktanácsadóját hallhattuk. Szép napot! Köszönjük szépen, viszont. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Megérkezett a stúdióba is a szerkesztő Tóró Nikolett. Itt jó is reggelt. Köszöntelek, jó reggelt kívánok. No, mi mindent találtál azon kívül, amit itt az elmúlt két órában sorra vettünk? Igyekeztem egyébként egy kicsit ilyen izgalmasabb témákat hozni, de még mielőtt izgalmasabb vizekre emeznénk, az rtl.hu-ról idéznék pár sort, hogy arról írnak, hogy egyre több orosz diplomata van Magyarországon, és egy év alatt 30%-kal nőtt meg a számuk, míg tavaly novemberben 46 orosz diplomata szolgált itt, addig most októberben 62-en vannak. Erre a külügyminisztérium úgy reagált, hogy ez mindig a küldő ország hatáskörébe tartozik meghatározni, hogy hány diplomatát tart indokoltnak elküldeni. Valamennyi diplomata ugyanakkor átesik a szükséges nemzetbiztonsági átvilágításokon, és a magyar hatóságok egyébként mindent figyelembe követnek, de egyébként, hogy másik oldalt is említsek, Kis Benedek József, aki nálunk is gyakran megszólal, biztonsági szakértő, és egyébként titkos szolgálati szakértő is, ő azt mondja, hogy a diplomaták 60-70%-a be lehet kötve valamely orosz hírszerző szolgálathoz, és hát ő azért eléggé gyanakszik itt különböző lehallgatásokra, megfigyelésekre. Igen, valószínűleg ettől nem kapunk sokkot már, mint a váratlanság. Eme hírnek, de majd jól kitárgyalom az Ostrom című műsorban. Igen, igen, és egyébként nemrég a hétvégén olvastam egyébként, nem ma reggel, hogy Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője kínai irodákra lett figyelmes, és hogy kínai emberek is különböző tevékenységet folytatnak, és az egyik iroda ráadásul itt van Kőbányán. Ő kijött ide, egyébként ott megtalálta ezt a feliratot, ezt a kínai cégért, de egyelőre még nem sikerült
sikerült rajta ütniük, de egyébként rajta vannak az ügyön. Jó, tehát ez volt az első témám, amit az RTL-ről, aztán most egy picit szabadabb vizekre veznék. Egy szélső jobboldali bolgár politikus elege lett abból, hogy cikizik a nevével, és így aztán levédette a gúny nevét, hát ha így nem tudják támadni. Itt Kosztadinovról van szó, hát szerintem ez sokaknak nem mond semmit, nekem se többek között, bevallom, de hogy egyébként a politikust széles körben csak Kostya Kopejkin néven emlegetik, arra utalva, hogy fillérekért hajlandó az orosz érdekek szolgálatába állni. És hát ugye itt valójában az a kérdés, hogy tényleg úgy gondolja ez a politikus, hogy egy védjegy birtoklásával megelőzheti, hogy az emberek így hívják, hogy kiejtsék ezt a gúny nevet, de hogy egyébként valószínűleg leginkább arról lehet szó, hogy ezzel egy lehetőséget szerzett beperelni ezeket az embereket esetleg, vagy esetleg, amit én így még gondolok, hogy elébe menne és megelőzni azokat, hogy mondjuk a gúny nevével különböző pólók, különböző poharak. Hát, vagy pont ő készül, igen, erre. Ja, hogy ő készül szerinted. Én szerintem meg akarja előzni, tehát hogyha már most idegesít ide, ki tudja, tehát hogy ezt azért ezt figyelni fogom, tehát ez engem érdekel. Na, mi a harmadik híred? Na, és egyébként szerintem nem gondoltad volna, de vagy én nem, legalábbis, hogy az űrből a fénykibocsátás összefüggésben állhat, tehát, hogy az űrből azt figyelték, hogy a fénykibocsátás mindenhol erősen összefügg az ország gazdasági teljesítményével. És itt arról van szó, hogy nagyon leegyszerűsítve ezt úgy lehet megérteni, hogy az emberek sötétben nem szoktak se dolgozni, se pénzt keresni, de ahogy fejlődik egy gazdaság, úgy az üzletektől a logisztikai pontokig minden sokkal tovább tart nyitva, tehát nagyobb az energiafogyasztás, és akkor így jobban pörög a gazdaság, nagyobb a GDP. És azt mondják, hogy a demokratikus országoknál itt nagyjából megegyezik itt az adatok, amit bevallanak a GDP-ben és a fénykibocsátás, míg a kevésbé demokratikusoknál itt eléggé nagy eltéréseket tapasztalnak, akár 30%-os eltérés is lehet. Egyébként itt kitértek Magyarországra is természetesen. Azt mondják, látszódunk az űrből. Látszódunk. Mekkora? Már, ugye? Ez a hír. Ezt a címet adnám. Az űrből is látni, hogy? Hát, hogy ne. Hogy, de egyébként azt mondták, hogy Magyarország esetében nincsenek itt nagy problémák, úgyhogy ezt megerősítették. Van egy pici eltérés, de ez egyébként a mérés is okozhatja. Hát, különböző más országoknál vannak problémák, de én ezt például nem gondoltam, hogy így is lehet ellenőrizni egy ország GDP-jének valóságtartalmát. Igen. Mondjuk érdekel, hogy mennyire hiteles ez az adat, vagy egyáltalán ki mit kezd vele, de ez már egy másik. Hát ez már ilyen lehetne. Szórakoztatóipar. No, Tóró Nikolát szerkesztőt hallották a hír összefoglalóval. Nagyon szépen köszönöm a mai napot, és pénteken majd egyébként veled újra találkozunk, hiszen itt leszek holnap is, meg holnap után is. Kátai Kristóf technikus kollégámnak pedig nagyon szépen köszönjük a segítségeket. Legyen nagyon szép napjuk, tartsanak velünk akkor, hogyha tehetik, holnap is, és holnap után is. Viszont hallásra!